A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a 90.9 Jazzy Rádión. Október 14-e van, szerda reggel 4-8. Otthon is stúdiójából Ács Gábor jelentkezik. A Jazzy Rádió stúdiójában pedig Gede Balázs tartja a frontot. És mindjárt megnézzük, hogy mit írtatok nekünk a 0630-2010-909-re, főleg a közlekedési híreket fogjuk most kimozsolázni. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Hát az egyik arról szól, hogy a Szénatéren nem működnek a lámpák, káosz lesz. Aztán... Budapest-Dabas M5-ös hasítós biocleaning az autónak, Pescatore írta ezt nekünk. Ebben a pillanatban jött, hogy gyorsforgalmi város felé lerobbant autó, a dugó alakul. Jacknek köszönjük szépen az információt, és azt mondja, hogy az útinform arról számol be, hogy erősödik a forgalom az M3-as autópálya Bagi és Gödöllői szakaszán, illetve az M0-as autóúti csomóponttól a városközpont felé már telítettek a sávok. És ahogy az lenni szokott, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, a 31-es főúton Mende és Pécel térségében, az 51-es főúton Dunaharaszti közelében az M0-as autóúti csomópont előtt sokan haladnak, és az M0-as autó déli, kelet és északi részén közepesen erős a jármű mozgás. Mindkét irányban fennakadás nélkül lehet még autózni. M7-es, M1-es olyan, mint szokott lenni, hát nagyon lassulós, de nem annyira durva, mint tegnap, és most nincsen fennakadás tegnappal ellentétben a budai alsó rakparton. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na hát első hírként hadd mondjam azt el, és hadd gratuláljak innen is a Budapesti Fesztivál zenekarnak, hogy gyakorlatilag a világ 10 legjobb klasszikus zenekarának listájára került föl. Ezt a BBC zenei magazinja állítja össze. A Classical Music nevű honlap ABC sorrendbe szedve közölte a 10 legjobb zenekar listát, klasszikus zenekar listáját, és ott a harmadik helyen szerepel a Budapesti Fesztivál zenekar. Előtte a Bajor Rádió szimfonikus zenekar, a berlini filharmonikusok, utánuk pedig a Hallé zenekar, a lipcsei Gewandhaus zenekar, a londoni szimfonikus zenekar, Los Angeles-i filharmonikusok, az Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a Royal Concertgebouw zenekar és a Bécsi Filharmonikus zenekar. Igen, illusztris társaság közé került a Budapesti Fesztivál zenekar, úgyhogy ezitton is gratulálunk Fischer Ivánnak és csapatának. Nos, közlekedési információk kapcsán elgondolkodtam, hogy tegnap hát, hogy kezd bekerülni a köztudatba a fonódó villamos hálózatnak a pesti verziója, de hát úgy tűnik, hogy elkezdünk, hogy ez ilyen olyan népszerű lett a budai, és olyan szép ez a szó, hogy ilyen, ha így a világon semmi köze a fonódásnak ahhoz, ami Pesten, a pesti oldalon történik, villamos fejlesztés, úgyben elkezdték ezt használni. Ez az Index cikkében is visszaköszön. Ugye beszéltünk arról, hogy ez az óriási túrás, ami ott a Haller utca és Soroksári keresztelődésben van, az egyszerűen egy delta vágány, illetve hát mindegy. Szóval mindkét irányban legyen a Haller utca felől villamos kapcsolat. Eddig ugye a 24-es villamos csak délfele a közvágóhíd felé fordult, és mostantól lehet észak fele is menni, és ennek igazából akkor lesz majd jelentősége, hogyha a 3-as metrónak a középső szakaszát kezdik túrni.
és akkor az jó lesz, hogyha valaki jön délről a metróval, a Nagyvárad téren felszáll a villamosra, és akkor a kettesre rákanyarodva majd lesz egy új villamos, ami közvetlen kapcsolatot jelent a belváros felé, végig zögykölődhet akár a Dunaparton, a Jászai Mari térig ezzel az új villamossal valaki. Na de ennyi, tehát én is érdeklődéssel követtem volna, hogy akkor mi az a pesti fonódó villamos, hát továbbra is ez egy pici vágánykapcsolat, és az annak jó voltából létrejövő új villamosvonalat becézik. Úgy tűnik, hogy annyira bejött ez a szó, hogy ilyen marketing eszközként tovább marha jól hangzik. Az eredeti jelentésén vitatkoznak, hát én még mindig abban vagyok, illetve úgy tudtam, az első az volt, hogy amikor a Margit híd alatt nem volt hely átvezetni a villamosvonalat, ott a két vágány nem teljesen egybe megy, mert a két, hát ezt nem tudom, ehhez már Andó Gergely kéne, hogy a pontos szakmai kifejezés ezzel kapcsolatban... És már jegyzetelném is. És már jegyzetelhetnéd. Tehát nem megy teljesen egybe a két sín, hanem nagyon közel egymáshoz, de majdnem egymásban halad, mert csak egy vágánynak, egy picivel több, mint egy vágánynak volt hely, és egymást váltva mennek át a férnek át a Margit híd alatt a villamosok, amikor azt a szakaszt építették, és de az is igaz, hogy ott ugye kétfelé válhattak, aztán a Móricz fele újra összefonódtak, úgymond, hogy a köznyelvbe nem csak a maga a vágány fonódás, hanem a két vonalnak a fonódása is bekerült. Innen jött, mindegy is, hogy melyik a fontosabb, de hogy Pesten a fonódásnak semmi jele nem látszik egyik értelemben sem, még akkor se, amit ez a cikk is emleget, hogy tovább, hogy lekerült a napirendről, de azért milyen jó lenne, hogyha a 47-es, 49-es a Deáktól meghosszabbítanák, tehát akkor át kell vezetni, hogy a Nyugatinál úgy lehet csak eljutni a Lehel térig, hogy a 14-essel összekössék, és ezt még nem láttam a legutóbbi tervek között se nagyon, de az se fonódna, még ha megvalósulna se. Na mindesetre érdekes, nincsen semmi különösebb hír ezzel kapcsolatosan, túlják és majd el fog indulni. Az viszont új, hogy a Bubival kapcsolatosan kiírták a igen. Bubi kivitele, milyen szerződését? Működtetési pályázatát, igen. Ez érdekes. Jóval kevesebb bringa lesz, teljesen, lejár novemberben a mostani rendszernek az üzemeltetési szerződése. Lehet, hogy az átállási időszak alatt, tehát télen egyáltalán nem lehet majd használni, mert a régit már nem, az újat meg még nem, és hiába kötöttek 2017-ben egy 5 éves fenntartási kötelezettséget, úgy tűnik, hogy gyorsabban le akarják cserélni, mert elég drasztikus a visszaesés a használatban. Ezt csak annyit szeretnék saját tapasztalatként. Ja, igen, azt még írja a cikk, hogy a pályázat során az új bringáknál nem kap pluszpontot az, aki kisebb súlyú biciklikkel pályázik. Ez a régi kritika a Bubival szemben, hogy túlságosan nehéz. Én, aki csak ezt használtam, és nem nincsen igazából használatban levő másik bringám, ezt annyira nem érzékeltem, de aki átült a sajátjáról, az folyamatosan panaszkodott, én ezt meg is értem. Most jó, valamennyivel kisebb a határ, tehát könnyebbek lesznek az új Bubik, de nem annyival, mint... A minimálisan, hogy a 24,5 kilót nyomnak a mostaniak, és 23 és 18 közé, vagy 19 közé tehető az igen. Új kerékpárok beszerzés. És arról is tudni lehet, hogy nem lesz elektromos hajtás, tehát a budai hegyvidéki lakosoknak nem lesz könnyebbség esetleg. De ez sosem erült egyébként, tehát most nyilván ez nem is értem, hogy ez hogy került be, nem, ez nem erről. Valószínű, szóra, valahol fölmerül. Hát éppen szólhatna erről igen. Is, hogy lehetne mondjuk bizonyos dokkolóknál ilyet használni. A számok, darabszámok sem nagyon nő, és egyébként pont a dokkolók száma sem. Úgyhogy olyan marha nagy fejlesztés nem látszik, hogy... Na de hogy használod bizonyos dokkolóknál? Tehát mozognak dokkolók. Igen, aztán rájöttem, amikor kimondtam, de akkor is jó lenne, mert hát pont a súlyuknál fogva, én egyszer ültem rajta, de már a Szabadsághíd ívét, ugye azt a kis emelkedő ívét is nehéz volt megtekerni. Emlékszem. Igen, igen. Fölöltettelek rá, vicces volt, igen. Igen, abszolút. Egy jól sikerült poharazgatás végén ráadásul. Igen, ugye igen. Lehet, hogy az is visszavetett a teljesítményből, de nehéznek tűnt tekerni. Csak próba volt, és csak zárt területen közlekedtünk, akkor abszolút. Kicsit akkor védjük magunkat. Csak egy utolsó tapasztalat. Én nagyon lelkes vagyok, és nagyon, de aztán most fejeztem be a Bubi használatát. Amikor engem sikerült lepattintani róla, hogy csak hogy még tovább csökkenjen a felhasználó szám, az történt, hogy nagyon büszke a főváros erre a 100 forintos akcióra. Igen, de
nekem azt mondták, amikor ezt kértem a saját előfizetésem helyett, amikor lejárt az éves, hogy ezt online simán meg lehet újítani a saját felületemen. Hát az engem be se engedett még egyszer személyesen bemenni, de akkor már tényleg úgy voltam, hogy az utolsó, megint kaptam kódot, nem lehet föltölteni. Én nem találtam meg, hogy lehet föltölteni. Egyenleget lehet tölteni, de előfizetést sehol nem találtam. Írtam egy e-mailt, hogy segítsenek, válaszra sem éltattak. Úgyhogy köszönöm szépen, akkor ennyi volt. Úgy tűnik, hogy már magasról tesznek a jelenlegi Bubi használókra, mert hogy igazából az ügyfélszolgálat már csak nem is válaszol. Nagyjából ideig sikerült sülyeszteni a rendszert, amit én aztán nagyon sajnálok, úgyhogy mikor lejárt az egy hónapom, akkor utolsó nap ünnepélyes keretek között az utolsó Bubi utamat szerintem a múlt héten abszolváltam, és hát szomorú vagyok, hogy így lett vége. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.